Többek között harangkoncerttel köszöntötték a szépkorúakat Decsen. A programot az Idősek Világnapja alkalmából szervezte az önkormányzat. Heberling Tibor polgármester elmondta, egy kormányzati támogatásnak köszönhetően a helyi művelődési ház jelenleg felújítás alatt áll, így az eseménynek a református templom adott otthont. Képviselő úr, Orbán Viktor miniszterelnökünknek a közbenjárásával, illetve nála történt a közbenjárás, kiharcolta, hogy 280 millió forint érkezett a falunkban pályázat nélkül. Tehát ezzel nem volt dolgunk, nem kellett erre pályáznunk, ez a pénz, ez ide jött egy miniszterelnöki határozattal hozzánk Decsre, és ebből szépül, nyilván a decsiek látják is a faluház. Az est sztár vendége Wolf Kati énekesnő volt. A programon Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is beszédet mondott. És amikor az idősek napján emlékezünk, akkor én mindig azt kérem, hogy szép dolog, hogy van egy pillanat, amikor az idősek napját említjük, de számomra mind a 365 nap az idősek napjáról szól, és az idősekről szól. Horváth István elmondta, hogy az elmúlt időszakban számos infrastruktúrális fejlesztés történt a településen annak érdekében, hogy szórakozási lehetőséget biztosítsanak az egyedül élő időseknek is. Az esemény zárásaként álló fogadáson látták vendégül a résztvevőket.